Pump Track pálya épül Szekszárdon, a Baka István általános iskola mellett. Az új terep 105 méter hosszú. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője és a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy ezzel egy korábbi terv valósul meg, amelyhez a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség pályázatán nyert el 15 millió forintot a megyei jogú város. Ez a pálya, ez egy szabványos méretű pálya, ahol lehet versenyeket rendezni majd, amikor kész lesz. Ez a kész lesz, ez április 1-ére kész lesz a pálya, tehát az aszfaltozott része, amit itt látunk, ez az aszfalt alá elkészült alépítmény és a forma, tehát az a forma, ami a végleges. Közte a föld az még füvesítésre vár, lesz még egy kis talaj előkészítés, füvesítés. A hamarosan elkészülő sportlétesítmény összesen 31 millió forintból valósul meg, ebből 16 millió forintot Szekszárd város finanszírozott. Máté Péter elmondta, sok fizikai munkát igényelt a kör kialakítása, és az aszfalt burkolatot sem lehet majd géppel lefektetni. Hát a pályán ez egy gyakorlatilag akrobatikus kerékpár pálya, ahol egy olyan technológiával végig lehet menni, hogy nem kell tekerni, hanem a pályának a különféle lejtéseit, kanyarulatot kihasználva a lendületet, így végig lehet menni a pályán. Az új létesítmény üzemeltetője a Szekszárdi Fanatics Sport Egyesület lesz. A tervek szerint a jövőben tovább folytatódnak a kerékpár sportot segítő fejlesztések.